Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntjük Önöket az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Egészen röviden az aktuális járványügyi adatokról. Az elmúlt 24 órában 23 új fertőzöttet regisztráltunk, így a járvány kezdete óta az összes beazonosított új koronavírus fertőzött száma jelenleg 3816. Tegnap meghalt újabb négy beteg, így az új koronavírussal valamilyen összefüggésben elhunytak száma 509-re emelkedett. 1996-an már meggyógyultak a vírusfertőzésből, így az aktív fertőzöttek száma jelenleg 1310. 11, 42 százalékuk fővárosi. A betegek közül jelenleg 404 embert ápolnak kórházban, közülük pedig 24-en vannak lélegeztetőgépen. Most megkérem kis Robert rendőr alezredes urat, az Operatív Törzs Ügyeleti Központ munkatársát adjon tájékoztatást a legfontosabb tudnivalókról, újdonságokról, illetve adatokról. Köszönöm szépen, tisztelettel üdvözlöm Önöket! A magyar közlönyben kihirdetésre került és a holnapi napon hatályba lép a fővárosi védelmi intézkedések következő üteméről szóló kormányrendelet. A jogszabály értelmében a vendéglátó üzlet belső zárt részében, így különösen az étteremben, kávézóban, cukrászdában, a büfében, a presszóban a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzlet belső zárt részében az ott dolgozók a vendégek által látogatható területen kötelesek a szájat, illetve az órot eltakaró védelmi eszközt viselni és a védőtávolságot betartani. A fővárosban a téren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható. A fővárosi szálláshelyek fogadhatnak vendéget, és a vendégek számára az ott tartózkodás megengedett a szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó egységekre, a vendéglátó üzletekre vonatkozó általános szabályok vonatkoznak. Szintén a magyar közlönyben megjelent és a mai napon lépett hatályba a szabadtéri rendezvényekről szóló kormányrendelet mivel a vallási szertartásokra, a temetésre, a polgári házasságkötésre, a temestést, illetve a házasságkötést követő családi rendezvények megtartására, valamint a szabadtéri múzeumokra és az állatkertek látogatására külön szabályok vonatkoznak, valamint a gyűlés szervezésében hatályban maradtak korábban kiadott korlátozó intézkedések, ezért a mai nappal hatályos jogszabály ezekre a rendezvényekre nem terjed ki. A jogszabály értelmében szabadtéri rendezvény megtartható, a rendezvény helyszínén való tartózkodás megengedett. A helyszín tekintetében szabadtéri rendezvénynek kell tekinteni azt a rendezvényt is, ahol a nézőket az időjárás viszontagságaitól a szervezők sátorral védik, illetve azt is, ahol a rendezvény épített fallal körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben zajlik, így különösen stadionban, uszodában, szabadtéri színpadon, illetve szabadtéri moziban. A kormányrendelet alapján a rendezvény tárgya szerint rendezvénynek kell tekintenünk a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényeket, például a színházi előadást, a mozit, a cirkuszt, a kültéri képzőművészeti kiállítást, az irodalmi rendezvényt, valamint a közművelődési intézmény által szervezett rendezvényt. Tájékoztatom Önöket, hogy a kormányrendelet értelmében a Nemzeti Parkok szabadtéri bemutató létesítményei szintén látogathatóak, ahol mindenki köteles a védőtávolságot betartani, amelynek biztosításáról a fenntartó intézkedik. A korábban kiadott rendelkezéseknek megfelelően továbbra is tilos tartózkodni a nem zárt helyen tartott zenés táncos rendezvény helyszínén. A kulturális és sportrendezvények látogatására vonatkozó közös szabályokat, a védőtávolságok betartásának kötelezettségét a jogszabály részleteiben tartalmazza. Tájékoztatom önöket, hogy 1653-ra emelkedett a hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését szolgáló mobiltelefonra tölthető és telepíthető informatikai alkalmazásra regisztráltak száma, így a mai napon az aktív felhasználók köre 953-ra emelkedett. Az elmúlt 24 órában 573 hatósági házi karantén került elrendelésre, így a mai napon az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 11.525. 402-re emelkedett a járványügyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárásaink száma, rémhírterjesztés ügyében 107 esetben, közveszélye fenyegetés miatt 29 esetben, csalás ügyében 128 esetben, míg járványügyi szabályszegés miatt 21 esetben kezdeményeztünk büntetőeljárást, gyanúsítottat a Tezidáig 80 főt hallgattunk ki ezekben a büntetőeljárásokban. És végezetül tájékoztatom önöket az aktuális határátlépés határvárokozási adatokról. A ma délelőtt teherforgalomban a belépő oldalon tomba átkelőnél 3 órás, röszke átkelőnél 4 órás, Csengersima, Rajka, Csanátpalota átkelőknél 2 órás, míg Ártánnál egy órás várakozási idővel kell számolnunk. Kilépő oldalon Csanátpalota tekintetében 2 órás, míg Röszke átkelőnél 1 órás várakozási idő van. Személyforgalomban a belépő oldalon nagylak átkelőnél 2 órás, Csengersima átkelőnél szintén 2 órás, míg a kilépő oldalon nagylak tekintetében 1 órás várakozási idővel kell számolnunk. Köszönöm szépen! Köszönöm a lezretes úr. Most pedig kérem, hallgassák meg a Szent László Kórház infektológus főorvosának, Szlávik János doktor úrnak a tájékoztatását. Hölgyeim és uraim, tisztelt tévénézők, rádióhallgatók, a mai napon szeretnék beszélni a betegekről. Nagymamákról, nagypapákról, édesanyákról, édesapákról, hölgyekről és férfiakról, és szerencsére ritkán olyan gyerekbetegekről, akik átestek a fertőzésen. Még nem ismertek az országos reprezentatív felmérés pontos adatai, de azt lehet tudni, hogy életben az országban több tízezer olyan ember, aki bár nem tudja magáról, de átesett a fertőzésen. Teljesen tünetmentesen, vagy olyan enyhe tünetekkel, amelyek miatt ő nem fordult orvoshoz. Egy kis torokfájás, kis köhögés, esetleg egy kis hőemelkedés, mind-mind olyan tünetek, hogy amennyiben ő nem találkozott igazoltan ismert beteggel, nem volt a környezetében ismert beteg, nem ment el szűrésre, nem fordult orvoshoz, ők teszik ki azt a pár tízezer embert, akik szerencsére tökéletesen meggyógyultak a betegségből. Az ismert esetek 80%-ában is nagyjából hasonló dolgokról van szó, hiszen náluk a betegség enyhe formában, vagy szinte tünetmentesen zajlik. Ők elmentek szűrésre, náluk kiderült a betegség. Szerencsére Magyarországon is az esetek bőven több mint kétharmadák ezek az esetek teszik ki. Több mint ezer ember került kórházba súlyos tünetek miatt, vagy más kórházi ellátást igénylő panaszok miatt. Náluk már jelentkezik a láz, többnyire a fertőződést követő második-harmadik napon, a száraz köhögés, nagyon gyakran a fertőzés első jele az íz és szagérzés elvesztése. Mint minden vírusfertőzésnél aránylag gyakori az izom és izületi fájdalom, és ritkán hasmenés formájában jelentkezik a betegség, de ez nem jellemző. Tudni kell azt is, hogy idős embereknél ennek a betegségnek a lefolyása azért jelentősen különbözik. Az idős emberek éppen az immunhiányuk miatt sokkal ritkábban lázasak. Nagyon gyakran észrevesszük azt, hogy ők inkább elesettek, apátiásak, étvágytalanok, nagyon gyakran fogynak. Ilyenkor gondolni lehet a fertőzés lehetőségére. Azt is tudjuk, hogy sajnos több mint 200 esetben a betegek intenzív ellátás kezelésre szorulnak. Az intenzív osztályon többnyire a lélegeztető gépen fekszenek, és a légzési elégtelenség miatt szorulnak ilyen kezelésre. Természetesen ők ugye altatásban vannak, és az intenzív osztályon dolgozó orvosok azért küzdenek, hogy a fertőzésen át sikerüljön őket juttatni. Ez azt jelenti, hogy napokon, heteken keresztül lélegeztetőgépen vannak, és szerencsére sok esetben meggyógyulnak, és gyógyultan hagyják el az intenzív osztályt. Sajnos több mint 500 beteg meghalt. A halálok a többnyire valamilyen fertőzés, a halálok a többnyire valamilyen a vírushoz társuló szövődmény. Ma már tudjuk, hogy ez a vírus nem csak a tüdőt támadja meg, hanem apró vérrögök útján megtámadja az agyat, néha agyvérzést okozva, a tüdőt természetesen, a szívet, a vesét, ami miatt nagyon gyakran vese kezelésre szorulnak a betegek, és mind-mindez együtt, egy többnyire idős, sok alapbetegségben szenvedő betegnél, az igen, az esetek néhány százalékában sajnos halálhoz vezet. A gyermekeknél a fertőzés szerencsére rendkívül kedvező lefolyású. Nem ismerünk Magyarországon 10 év alatt súlyos lefolyású gyereket, és nem volt haláleset sem. A gyerekek megfertőződnek, tehát ők is megfertőződnek, de sokkal-sokkal kisebb arányban lesz náluk a betegség súlyos, mint a felnőtteknél, és a baj az, hogy ők is terjeszthetik tovább a, a fertőzést. Úgy tűnik, hogy egy organikus magyarázata van, pedig az, hogy a gyermekek orrában kevesebb olyan receptor van, amit a vírus meg tud támadni, az, hogy a gyermekeknél a betegség lefolyása szerencsére enyhébb. De tudni kell azt, hogy Magyarországon körülbelül hasonló mértékű mind a halálozás, mint a betegség előfordulása, mint a környező országokban, és az, hogy ennyi es, ö, aránylag sok a haláleset, ez nem azt jelenti, hogy Magyarországon rosszul látják el a betegeket. Nekem úgy tűnik, hogy a halálozás az ország ugye, pap, lakosságához képest egyáltalán nem magas. Nem tudjuk, hogy hogy lesz tovább. Szerencsére folyamatosan csökken az aktív esetek száma. Az intenzív osztályon még elég sok beteget kezelünk. Ez annak a következménye, hogy azért ez a betegség nagyon hosszú lefolyású. Jelenleg is van az intenzív osztályon olyan betegünk, aki már négy hete gépen van, és bízunk abban, hogy azokkal a kezelésekkel, amiket alkalmazunk, akár a plazmaterápiát, akár a biológiai terápiákra gondolok, ők, ő is gyógyultan fog távozni a kórházból. Köszönöm szépen. Köszönöm, főorvos úr.